Ami érdekesség, hogy ő élőben képes nekünk úgynevezett NDVI index képet közvetíteni a területről. 2023. július második felében drónpilóta képzés indul a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek bemutatására a repülés hasznának ismertetésére szervezték azt a bemutatót, melyre regisztrált érdeklődőket vártak. Az egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében 1968 óta folyik pilóta képzés, de ez most más. Manapság a pilóta képzés nagyon fontos feladatunk, de megjelentek a drónok a mindennapi életben, ami szintén egy légijármű, csak pilóta nélküli légijármű, de pilóta ehhez a járműhöz is kell, tehát gyakorlatilag ez is egy pilóta képzés. A Nyíregyházi Egyetem az ABZ drónnal kerültve egy közös együttműködésben fogja ezt a drónpilóta képzést folytatni, és már van is előzménye ennek a történetnek, hiszen mi már együttműködünk egy fél éve, és ezt a napot arra szánjuk, hogy minél több érdeklődővel megismertessük ezt a lehetőséget. Érettségi vizsga, zöldkönyves növényvédelmi tanfolyam, B-kategóriás jogosítvány a drónképzés előfeltétele, illetve egy speciális oktatáson is részt kell vegyen a jelentkező. Amikor az ABZ Drón Kft. Létrejött, akkor az elsődleges célunk a mezőgazdaság kiszolgálása volt a drónok szempontjából. Rengeteg szolgáltatásban vettünk részt, legyen az akár monitoring típusú szolgáltatás, tehát amikor információt gyűjtöttünk az adott mezőgazdasági területekről, de természetesen elkezdtük gyűjteni a tapasztalatot a permetezés terén is. Hogy az ABZ Drón Kft.-n belül ez a tapasztalat egyre jobban gyűlt és felhalmozódott, ezt a tapasztalatot megpróbáltuk átadni az érdeklődőknek. Ma már büszkén mondhatom, hogy az ABZ Drón Kft. Egy olyan oktatási intézmény, amely egyrészt a légügyi hatóság részéről is, másrészt pedig a NÉBIK részéről is akkreditációval rendelkezik. A cég 6-7 éve foglalkozik pilóta nélküli légijárművekkel. A Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény pedig több mint fél évszázada képez pilótákat. Most együttműködésben lépnek erre az új területre. Ez nem egy felsőoktatási program, nem egy felsőoktatási képzés, hanem ez úgynevezett felnőtt képzés keretében zajló képzés, és ahogy említettem, ennek a képzésnek a gazdája az ABZ Drón, és mi közös együttműködésben egyfajta kihelyezett képzésként itt Nyíregyházan az egyetemen biztosítjuk a képzésnek a lehetőségét, feltételét azok számára, akik itt a megyében vagy a környező megyékben szeretnének ilyen képzésben részt venni, ne kelljen az ország másik végére utazniuk emiatt. A gyakorlati bemutató megjelent az iparban és mezőgazdaságban használt teljes drónállomány, de megismerhették a termálkamerát vagy a permetező drónokat is.